Szép estét kívánok mindenkinek, este 6 óra van, elérkezett 10 perc című műsorunk. A mai adásban egy olyan anyukatársamat hívtam meg vendégül, aki folyamatosan és lázasan azon dolgozik, hogy a kismamáknak, anyukáknak praktikus és szükséges és fontos programokat szervezzen. Kemenes Dóra a vendégem, a Gyöngyösi Kolor Baba Mama Klub program szervező koordinátora. Szia, jó estét kívánok! Szia. Hát kezdjük azzal, hogy te is anyuka vagy. Igen. Milyen idős a csöpség? 14 hónapos. 14 hónapos. Akkor te pontosan tudod, hogy mi az, amiből esetleg hiány van itt Gyöngyösön, mi az, amire érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni. Hogyan indult nálad a klubnak a megismerése, mikor találkoztál először a klubban? Kismama voltam, amikor először talán azt hiszem, hogy a Facebookon láttam meg először, és akkor csatlakoztam a klubhoz, és akkor ott láttam, hogy milyen rendezvények vannak, elkezdtem járni a kolorbárba, és akkor ott igazából így becsatlakoztam, úgyhogy már felkészülten vártam a kislányom érkezését. Hogyan látod, mennyire ismert ez a csoport, hány tagja van egyáltalán, mennyire ismerik a városban az anyukák, hogy létezik egy ilyen csoport? A mai állás szerint 671 tagja van a Facebookon. Szerintem egyre ismertebb, mert elég sok olyan program van, ami hiánypótló ebben a városban, és azért most már híre ment ennek a klubnak, úgyhogy szerintem most már sokan ismerik. Akkor ilyen szempontból nehéz vagy könnyű programokat szervezni a kismamáknak, anyukáknak, hogy tudod, hogy mi az, amire szükség van? Szerintem könnyű. Könnyű? Uh-huh. Mesélj egy pár programról, mik azok, amik szoktak lenni. Most például legutóbb hordozási nap volt a klubban. Igazából kettő hordozási tanácsadó van, végzett hordozási tanácsadója a klubnak, a Szipszer Kádár Orsi és Sándor Anita, és ők tartottak egy ilyen előadást, meg igazából ilyen gyakorlati előadást, megmutatták, hogy hogyan kell ezeket a hordozókat helyesen használni, úgyhogy az nagyon jó volt, de hát... Gyakorlatilag volt rengeteg. Volt egy szoptatási tanácsadó volt is, szoptatás, hogyha jól tudom. Igen, ő nagyon népszerű, Újhelyi Réka, ő Egerből jár hozzánk, ő visszajáró vendége a klubnak, hát mivel a városban ez egy óriási hiány, ezért hát rárepülnek szépen az anyukák, amikor ez a program van, úgyhogy akkor szép számmal jelen vagyunk a klubban. Amikor szakember érkezik a klubba, akkor hogyan látod, mindenki már előre felkészülten kérdés cunamival várja őket, tehát hogy azért itt mindenkinek megvan a saját, nem tudom, problémának lehet-e mondani, kérdése, amit feltesz, tehát mindenki céllal érkezik? Szerintem igen, nagyjából kialakulnak ezek a kérdések, mire eljönnek a klubba, úgyhogy hát... Csak győzzék megválaszolni a sok kérdést a szakértők, igen. Azon túl, hogy a klubban ilyen programokat szerveztek, igyekeztek egyébként a városban, nem tudom, olyan embereket felkeresni, akik esetleg segíthetnek abban, hogy mondjuk szoptatási tanácsadó legyen itt, hogy eljuttassátok az információt azokhoz az emberekhez, akik esetleg tudnak ebben döntést hozni, hogy milyen hiányok vannak itt Gyöngyösön, hogy mi az, amit hiányolnak az anyukák, egy pelenkázó, egy olyan helység, ahol meg tudják etetni a babájukat, stb. Tehát, hogy próbáltok ebben is előre lépni. Igen, hál' Istennek van egy nagyon ütőképes segítő anyuka, Szén Gabi, aki felkarolta például ezt a hiány dolgot, és észrevette ezt az űrt, hogy ez egy nagyon nagy probléma az anyukáknak, akik feljönnek a városba, esetleg a 80-asból, vagy vidékről, vagy messzebbről, hogy még nyáron csak-csak, de télen nem tudják hol tisztába tenni a gyereküket, nem tudják megetetni, megszoptatni. És... A Gabi ötlete volt, és ő a képviselői tiszteletdíjából valósította meg a művelődési házban ezt a baba-mama szobát, amiben a Kolor Baba-mama Klub anyukái tevőlegesen segítettek, festettek, tapétáztak, úgyhogy ez is szerintem a klubot is népszerűsítette, úgyhogy ez egy nagyon szuper dolog volt. Milyen programok lesznek majd a közeljövőben, amiről már lehet beszélni? Gyuris Betty jön hozzánk, család és párterapeuta május 23-án. Ez egy nagyon érdekesnek ígérkező előadás lesz. A gyerekszületés utáni megváltozott párkapcsolatokról lesz szó. Szerintem ez biztos, hogy nagyon sok mindenkit fog érdekelni. Úgyhogy ez lesz a következő. De mondjuk május 23 még messze van, tehát addig még egyébként bármit közbe szervezhetünk. És akkor a klub tematikája ugye az, hogy egyik héten kerekítő foglalkozás van, amit Kovács Zoltánné Kriszta tart,
A másik héten pedig vannak ezek a klubnapok, amikor jönnek a szakértők, vagy ha nem jön szakértő, akkor csak egyszerűen egy kávé mellett leülünk és beszélgetünk. Szükséges ez így Gyöngyösön is, ahogy gondolom én több helyen a városban, hogy az anyukák sokszor egyedül érzik magukat, hogy egyedül vannak otthon a gyerkőccel, és az, hogy tudnak sorstársakkal beszélgetni végül is ugyanarról a problémáról. Aki esetleg nem ismeri, mesélj, mi ez a kerekítő pontosan, hogy néz ki? A kerekítő az egy ilyen, az egy olyan foglalkozás, ahol népdalokat énekelünk, és akkor a Kriszta hoz ilyen egyszerű, ilyen csörgő, zörgő szerszámokat, hangszereket, amivel kíséri ezeket a dalokat, és akkor közben ölünkbe ülnek a gyerekek, már akinek az ölébe ül, az enyém például soha, és énekelünk, és ezt imádják a gyerekek, és nagyon jól szórakoznak, úgyhogy ez egy nagyon jó. Igazából a szocializációjukat is segíti a gyerekeknek, úgyhogy nagyon klassz. Én nagyon kicsi korától hordom a lányomat is. Pont ezt akartam kérdezni, egyébként mennyire pici babáktól kezdve vannak ott gyerkőcök, és hát milyen korig járnak? Vagy hát meddig lehet? Van esetleg egy ilyen kritérium, hogy meddig lehet vinni a gyerekeket? Nem igazán. 6-7-es korba is hozta már valaki, amikor például a kendőben hordozást szerette volna megtanulni, és akkor már elég pici korába hozta. Úgyhogy gyakorlatilag én 4 hónapos korától hordom a kislányomat, úgyhogy. És ő mennyire szokta élvezni ezeket a foglalkozásokat? Tehát akkor már barátok is vannak ott neki? Hát barátok még annyira nem, de azért szóval nagyon élvezi, meg szerintem az, hogy nem egy ilyen burokba élünk otthon, úgyhogy így megszokja a gyerekek társaságát, mire intézménybe mennek. Ez már szerintem abban is segíti őket, hogy például különböző kórokozókkal találkozzanak, nem csak azokkal, ami a családi flórával, tehát ebben is segíti őket, meg egyáltalán, hogy gyerekekhez szokjanak, szerintem ez nagyon fontos. Igen, hát jobb, mint hogyha első nap a bölcsibe, akkor azt se tudja, hogy éppen mi van, vagy kik ezek az emberek, akkor itt már egy kicsit felkészül és találkozik velük. Lehet esetleg, tudsz esetleg egy pár olyan dolgot mondani, hogy szerinted mi az amivel a legtöbb szülő ilyenkor szembenéz, milyen hiányokat látnak itt a városban, milyen témákról szoktatok beszélgetni a klubban, ami mindenkit nagyon érdekel, amik mindig feljönnek esetleg? Hát az elődöm, aki a program szervezője volt ennek a klubnak, a Darai Márti szervezett egyszer egy remek előadót, a Simcsik Nórát, ő szüléskísérő dúla. Az ő előadására nagyon sokan jöttek. Szerintem egy nagy probléma, ez nem csak a városban, ez országos szinten, hogy hát egy kissé agyon medikalizált a szülés, és a Simcsik Nóra az otthonszülésről, a hipnoszülésről, és egyáltalán az anyabarátabb szülésről tartott egy nagyon érdekes előadást akkor a klubba, úgyhogy ez nagyon sok mindenkit érdekelt. Szerintem az anyukák nagyon szeretnék, hogyha visszakapnák a kompetenciájukat a szülés fölött. Uh-huh. Tehát, hogy egy kicsit én azt érzem, hogy elvették tőlük ezt az önrendelkezést, és egy kicsit ez a majd mi megmondjuk, hogy kell szülni dolog van. Uh-huh. Úgyhogy minden a szüléssel, szülés körüli dologgal kapcsolatos előadás nagyon érdekli az anyukákat. Egyébként most pont gondolom, te is láttad, mindenki ugye körbejárt a kép Katalin hercegnéről, és hát a kis hercegről, hogy 6 órával, vagy nem tudom hány órával a szülés után már kisimult arccal, és hogy hipnoszülés volt. Tehát igen. Akkor ilyen valóban létezik, persze. És hihetetlen számomra, hogy valaki hogy tud így kinézni egyébként pár órával szülés azért után. Azért biztos a fodrászok, sminkesek azért ott voltak, igen. Kitettek magukért éppen, tehát azért egy átlaganya nem éppen így néz ki mondjuk szerintem szülés után. De ezt fontos a férfiaknak egyébként elmondani, igen, aki csak ezt a képet látja, hogy nem erre kell számítani. Apukák is szoktak egyébként, ha már itt tartunk, a klubba járni, vagy ők ilyenkor teszik, amit tenni kell és dolgoznak? Hát apukák dolgoznak, ők nem igazán jönnek meg. Hát ez. Tehát ezek elég intim dolgok, eléggé kitárulkozó alkalmak, arról nem beszélve, hogy nagyon sokan ott szoptatunk közben. Tehát ez az anyukáknak remek, mert végre például egy anyateljes babával is el tudnak úgy indulni valahova, hogy nem kell azon szorongani, hogy most hova kell éppen bemenekülniük, hogyha meg kell letetni a babájukat, úgyhogy nem, apukák itt nincsenek jelen, ez baba-mama klub. Girl power. Igen. Nők, így van.
Én is voltam már egy ilyen foglalkozáson, igyekeztem többre elmenni, de hát valahogy nekem otthon mindig a fiam akkor alszik el, vagy hát akkor van valami baja. Ezt azért érdemes elmondani, mert úgy láttam, hogy többször is kérdezték, többen is kérdezték, hogyha pont 10 órára nem érnek oda, ez probléma-e, hogyha kicsit még akkor nyűgös a baba, akkor később induljanak el, lehet-e késni, szabad-e később menni? Én ezt a múltkor egy ilyen bejegyzésben ezt elmondtam, hogy szerintem ez a svájci óra üzemmód a gyerek, ez megszűnik. A gyerekszülés után abszolút megszűnik, tehát nincs para abból, hogyha valaki 10 óra 15-re jön, ne adj Isten 11 órára, bármikor lehet jönni. A lényeg, hogy mindenki kimozduljon otthonról, hordja a gyereket közösségbe, a klubba, úgyhogy nyugodtan lehet jönni késve is, senki nem fog ránézni, mérgesen. Mi a célod egyébként még a továbbiakban a klubbal kapcsolatban? Hát ugye most már nekem is növekszik a kislányom, én is lassan visszatérek a munka világába, úgyhogy lassan szerintem én a Mártinak vissza fogom adni a stafétabotot, ha van erre neki szabad vegyértéke, és addig pedig igyekszünk minél több programot szervezni még. Hát, ilyenkor segítenek egyébként az anyukák is ötleteket adni, igen. Hogy mi az, amit szívesen hallanának? Abszolút, igen, segítenek. Hál' Istennek a városban is vannak. Ezt egyébként el akartam mondani, hogy az előadóink 99%-a karitatív jelleggel jön. Tehát például remek program volt a baba első segélynyújtó tanfolyam, hát az valami szuper volt, és a Kriszta minden alkalommal ingyen tartja ezeket a bemutató előadásokat nekünk, amik szerintem nagyon hasznosak, mert ezekben az otthoni vészhelyzetekben nekem például fogalmam se lett volna, hogy mit kell csinálnom egy gyerekkel, ha éppen félrenyel, hogy kell például egy kisbabát újraéleszteni, lélegeztetni, én ezeket nem tudtam volna, úgyhogy a Kriszta is nagyon sokat segít, és ezeket mind ingyen, úgyhogy remek emberek. Pont ő ült egyébként előtted itt, úgyhogy nemrég ő is itt volt a vendégünk. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hát köszönjük a többi anyuka nevében is, hogy ilyen remek programokat szervezel. Én is köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Jó éjszakát, viszontlátásra!